Ünnepi műsor is színesítette a felújított kapospulai községháza átadását. A több mint 110 éves épület mindig a közösséget szolgálta, most is otthont ad a polgármesteri hivatalnak és a postának is. A sikeres pályázat segítségével pedig még tovább megmaradhat a funkciója. A nyílászárók nagy része még eredeti, tehát az 1910-ben átadott nyílászárók voltak kalantyúval, amik egyébként jó állapotban voltak, csak hát ugye már a hőtechnikai dolgaik azok már hát nagyon rosszak voltak. Ezen kívül kicserélték az elektromos vezetékeket, hőszivattyús fűtést és hőszigetelést is kapott az épület, a tetejére pedig napelemek kerültek. A több mint 40 millió forintos támogatás a Tolna megyei önkormányzat által irányított TOP programban kapott támogatást. Az elmúlt időszakban 27,5 milliárdot költhettek a megyére, ez az összeg a kiírt pályázatokon keresztül már a teljes egészében le van kötve, mondta Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke. Sikeresek vagyunk, sok nyertes pályázat van, nagyon ügyesek voltak a településvezetők, és láthatóan sok átadott projekt volt már eddig is, és várhatóan a következő időszakban is ez folytatódik, ez a sorozat. Most azon dolgozunk, hogy plusz forrásokat találjunk még, és úgy néz ki, hogy sikeresek leszünk ebben is, és akkor Tolna megyébe ismét bejelenthetjük, hogy várhatóan olyan jó pár milliárd forint lesz az az összeg, amelyet fordít, ismét ezeknek a településeknek a fejlesztésére fordíthatunk. A kapospulai községházát Potápi Árpád János államtitkár a térség országgyűlési képviselőjének jelenlétében Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke és Temler József polgármester adták át.